hogy ebből nem lesz Q2, de figyeljetek, ahogy itt megyek Spanyolországba, tulajdonképp reális, tehát ilyen kanyarvételekkel ne is jussunk már be a Q3-ba. Se Q2-be, se sehova. Vagy mi. A pálya azért van, ne szállj, mert azon kell autózni. Kösz! Semmi gond, semmi gond. A versenyen majd előre mászunk. Egy jó stratégia, jó elévágás. Amúgy elfáradok, érzem. Első kanyar, torpedó. Hosszú az egyenes, srácok, hosszú. Na. Hát ez így sikerült. Ez így sikerült. Good day today. Let's have your take on it. You lost your teammate today. Was it just not your day? Semmi gond. Your qualifying pace didn't put you at the front of the grid. Will this be a problem tomorrow? Nem baj. A versenyre jók leszünk. You sprinted the walls a few times. Were you struggling for grip? Nem, teljesen jó a tapadás. Great. Well, that's everything. Szia, bögre. Szia, hírk. Jó, hát most a Q3 az nem érint minket, igen. Nem baj, kapjuk a hírnevet, jönnek majd az új szponzorok, és Daruvalának szurkolhatunk, mindjárt kiderül, hogy hol végzett. Kengu nagymesterté, Vítya Petya, köszönöm szépen a szabokat nektek. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. Jó, esni nem fog. 17 kör. A négyet nem bír. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now. Jogi, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. The Circuit de Barcelona-Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious. As a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? I mean, the top három a Merci, addig jók vagyunk. You start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. Szerenítő könnyenregétek a predictions, srácok, ne tőlem. Hát, ha csinál nektek egyet a kedvetekért. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. Hoppa! The Finn starts from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Hoppa! Norris, Daniel Ricciardo, and Leclerc. Hova lettél, Milka? Vettel, Sainz, Stroll, and Yuki Tsunoda. Gasly, Hamilton, Fernando Alonso, and Ocon. Onnan pont oldalba tudom, mármint... Antonio Giovinazzi, and George Russell. Daruvala, ott van Daruvala! Latifi, legjobb team. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Jaj. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Aha. Azt mondja, hogy lágy közepes. És ha én azt mondom, hogy cseréljük meg és maradjunk kint tovább. Az baj, ha megcserélem, nem vagyok előrébb, mert lassú leszek az elején. Jó, maradjunk lágy közepes.
Nem állítottam fuel loadot, tudom. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay. Nem látta senki, kicsit beletoladtunk. Jó, nem láttál semmit. Hopp, egy barra kicsi. Nyugi. Update-et kérek, mondj valamit. P20 right now. P20. Jayhan ahead. Latifi is behind you. Pit window opens in 5 laps time. 5 laps. Köszönöm. Köszönöm az infót. Clutch bite is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Értem amúgy, hogy benn kell tartani az elején és a végén kell kiengedni, de... Lehet, hogy rá kéne egy nagyobbat fékezni erre? Nem tudom. Aj, de jól néz ki a kocsink amúgy, kis dongó. Gyerünk Daruvala, megfogjuk őket, szétszedjük őket, jó lesz. Így fog alát fordulni. Jó, azt kéne még persze, hogy eső legyen. Fékeken lehetne sütögetni, igen. Latifi meg Mazepin van mögöttem, az meg két legjobb pilóta. Gyorsan el kell innen keveredni. Na hát 20. helyről akkor a spanyol nagydíj, hölgyeim és uraim. Némileg elfáradtam már fejben. Tavaly itt egy csúnya balesettel búcsúztunk. De a következő nagydíj Monaco, úgyhogy... Úgyhogy élvezzük ki ezt a kis spanyol kitérőt. Szépen felsorakoznak az utolsó autók is a rajtrácsra, tehát én. És akkor innen meg lehet kezdeni. Higyulnak a piros lámpák, 5-10 másodperc. És már mehetünk is, erre ráküldjük, jó az elindulás. Russell kicsit beragad a rajtnál, de aztán rosszul váltunk fölfelé, kicsit lemaradunk és bejön mellénk. Latifi, ott üres, ott belül. Hopp, hogy ott... Georgi fiú kitette. Nem. Azt egyébként nem. Tehát egyébként annyitól nem sérül meg az első szárny. Csak mondom. Annyitól nem sérül meg az első szárny. De itt nem vált föl, hát el. No power, hát Jeff, no power, hát... Külső híven Alonso, Alonzósan. Ott Daruvala mit megy? Csak kérdezem, hogy látjuk-e, hogy Daruvala ott mit csinál. Ott Giovinazzi hogy bent tartja? Azt menjél már innen, mamma mia, pepperoni! Milyen minor damage? Hát olyan tisztán vezetek, Jeff. Jó. Minor damage. Ugye itt fognak úgy ránk esni, nézd meg. Nem mondod, hogy... Nem, azt hittem Mazepin jön mellettünk, de nem, mert Sumi. Ott nem férsz el, nem érdekel ki az apád. Ezek teljesen másképp kell vezetni a kocsit így, teli tankkal. Az Isten verjen meg. Egy kör túléltem, amúgy ne tudjátok meg, mekkora eredménynek élem meg.
Kicsit leszélesítjük, nem baj. Nem fordul az autó! Valószínűleg azért, mert odabasztam az elejét valahol. Nem ír semmi. A Jeff azt mondta, hogy valami gáz van. Á! Jó, kimaradunk külső ívem. Tudom, hogy kommentálni kéne az eseményeket, de itt a túlélésért küzdök. Azt meg de megdobja. Mert valami... Nem position, semmi position! Nem veszed el! Érzem a seggembe a német lehelletet. És nézd meg, bedobja belülre. Hát bolond! Hát az apja vére folyik benne, bolond! Nézd meg, és kirak a fűre. Á, de hagyjuk már azt a... Jó, semmi gond. Semmi gond. Ne szarjatok be, alávágunk. Azok a közepesek el fognak engem vinni? Ah, nem fordul az autó. Russell és Latifi életre halálra. Menj, Mazepin megforgassuk, csak a vicc kedvéért. Egy safety car most jól jönne. Itt se fordul az autó, okosan jó. Nyugi, semmi baj, semmi baj. Még nem ment el semmi. Giovinazzi 22. Ott egy kicsit lehet, hogy őt megpatkáztuk, igen. Jó, nem baj, most perezeset játszunk. Elég lesz a közepes. Giovinazzi hardot kapod. Jó, gyerünk fiúk, mert jön Giovinazzi, ezért valakivel versenyezni kell. Az a baj, így most izé nélkül menni, ennyi kör, gyerünk már! Már Baktalórend házán van Giovinazzi. Semmi gond. Koncentrálás, srácok. Jó, most ilyen időmérős köröket kell teljesíteni picit. Never don't give up, ugye, ahogy a híres angol mondás tartja. Mindig akkorát ránt itt az autó. Visszahozzuk. Már csak 4 másodpercre van. 3-8. Három, hat.
Jó, ennél csak rosszabbul csináltuk meg ezt a kanyart az elmúlt körökbe. Bal felső sarokba tessék monitorozni a távolságot. Ki kell szurkolni, sokan vagyunk. Ha itt második izénél jobban rátehetem a rázókőre talán. Híres utolsó mondatok. 3 másodpercen belül hihetetlen tempóba dolgozzuk le. Bosszút állunk. Nem tudom miért állunk bosszút, de... valamiért mindig bosszút kell állni. Esünk rá, esünk rá. Mondjuk legalább, ha a mezőny végén megyek, nem keveredek balhéba. Kicsit megdobta a hátulját, semmi baj. Ennyivel lassabb lehet a lágyabb, vagy mi a kemény, mint a közepes? Majdnem eldobtam a hátulját, csak sikerült gyorsan ráfékezni. Volt jó kigyorsítás. 2,5-nél kicsit bezárult az ablak, srácok, hát... Manage your tires, hát mit csináljak? Hát még hátra van 10 kör. Nem tudom egyszer a gumikat meg a csapatot is menedzselni, Jeff. Mi az, hogy probléma van? Azt mondja, hogy probléma van az autóval. Ne csináljál nekem itt még problémát, az a probléma, hogy vezetnem kell 17 kört. Bazd meg, amikor a baj... baj, motor problémánk van, de jó vagy, Jeff! Nem látta senki, ott... pillanatra kihagyott a szívem egyet. Mindjárt megnézem, csak nincs időm ránézni itt a kocsira. Mivel van baj? Nem ír semmi hibát. Közben megvoltak a... megvoltak a box kiállások. Gyerünk, el kell kapni. Egy 9. Egy 8. Erők! És talán erőszakosan nyomom neki, hogy... megőrülsz. Mindjárt megvan a DRS távolság.
Azaz. Az a baj, már nem az utat nézem, hanem Giovinazzit. Csöppet vérszemet kaptam. Gyerünk! Na, pont nem lett meg a DRS. De meg lett, basszeg. Nem hallottam, hogy pittyen. El kellett vegyem a gázt, mielőtt megint megforgunk, az egyszer elég volt. Gondja van, hát látom, hogy szitál az autó kigyorsításon. Közben nem tudom, nincs probléma a motorral azóta. Azóta nem jeleztek a garázsból. Gyerünk, DRS, ERS, szélárnyék, esünk rá, közeledik, hát nőnek a pixelek. Nőnek a pixelek, hát meg lehet az egyenes végére. Egy torpedóval ott tartod. És hello, szia! Lehet menni vissza pizzázni. Az a baj, hogy új célpont van, gyerekek. Ráadásul egy nagy közönség kedvenc. Egy jó Mazepin. Nem mutassuk be azt, amit ő szokott, nem mutassuk be. Jó, itt van még hely a pályán kívül. Rossz volt a kigyorsítása, meg kellett venni. Van DRS, van ERS, mondjuk nagyon fogy az energia visszanyerő rendszer. Itt nem lesz bevetődés még. De alá lehet neki fordulni, alá lehet, bizony! És ott tartja! Hát ott tartja! Ott is van! Visszajöttünk a rajt pozícióba, de... Ki van előttünk? Latifi. Majd mikor elkezdenek elfogyni a közepesek. De addig legalább némi versenyzést láthattok. Elrontottam. Hogy állnak a gumik? Hát... Ott már jobb a helyzet.
Más híveken próbálunk jönni. Nem tudtam előbb kigyorsítani. Micsoda harc itt az utolsó helyeken. Nem akartam bemenni mellé, csak nem volt fék. Megúsztuk sérülés nélkül, ha minden igaz. De most itt el is buktuk el. Á, nem. Valami kapott. Nem fordul az autó normálisan. Ezt meg el kellett vegyem Mazepin miatt. Hoppá, az honnan jött? Mi történik? No power, Jeff! Hát kikerülnek. Á! Nem, valami kapott. Ó, te! Igen, hát amik... Á! Á! Nem fordul az autó. Mondjuk egyenes irányú, egyenletes mozgás a fejlődési görbénk. De valami elveszett most. Valami elszállt a személygépjárműből. Bono! My tires are gone! Hát igen, keménnyel kellett volna menni. Nem tudom, hogy a gumik fogytak el, de á, olyan alul kormányzott az autó. Várjál, be kellett volna szólni a garázsba ilyenkor. Ó, te! Ilyenkor nem cserélnek kereket, hanem szólok, vagy mit csinálnak? Elfogytunk teljesen. Első szárny jobb oldala szállt el? Na. Hát na. Nem baj, egy kicsit megüldözzük az előmenőket. De egy lágyat adjál, hülye gyerek, kettő kör van hátra. Ha? Ja, még egy szárnyat is cserélnek. Nem baj, most már menjünk végig becsületből. Hát, na. Elmértük azt a féktávot. Mondjuk már olyan helyekről is víz folyik, ahonnan nem is tudtam, hogy lehet izzadni, de... Most kell ledarálni. Most mondjuk kell, utolérünk egy mercit, akkor mehet. Ó, te! De azért jó, hogy meg van csinálva úgy a játék, hogy egyébként megsérül az autó, egyből érzed, hogy gáz van, tehát hogy Annyira másképp fordul egyből, hogy... Ah. Egyetlen. Menjetek! Hoppá! Na hello, jó napot kívánok, mi folyik itt egy csata a hatodik helyért? Érdekes, nagyon-nagyon érdekes. Hát hello, Lajos. Mi újság, Lajos? Hogy vagy?
Ütögetünk, kopsz kanyarba, belső ível, Lajos. Azt mondod. Azt mondod, Lajos, kopsz kanyar, belső ív. Verstappen nyerte a futamot közben. Nem akarok, nem tesszük tönkre a versenyét. Elég tönkretétel neki a hetedik hely. Nekünk meg a 22. Na! Végigmentünk! Végigmentünk! Becsülettel befejeztem. Driver of the day. Aha. Ó, bazzeg. Hát az apró győzelmeknek is örülni kell, srácok. Az első befejezett versenyünk. I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tires are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything. It always looks so easy when it all just clicks. Megpróbáltuk megtenni, amit lehet. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. És dupla Red Bull és egy Mercedes. A bajnokság rajtunk kívül érdekes. And they're certainly proving themselves. Hát nem lett a kedvencem ez a Spanyolország, azt kell, hogy mondjam. Agresszor, köszi a Prime-ot, húsleves, Social Bandita, Muffin, Ananduril, Nagy Ádám, Zodiák, Csokis Muffin, nagyon szépen köszi nektek. Köszönöm. Ajajajajajaj. Na nézzük. Max Verstappen now leads the drivers' championship. Így végződött. Maurice Ricciardo Vettel ötödik, Tsunoda 8, Ferrari kicsúsztak, Daruvala 15. Hoppá! Ő azért megcsinálta. Na nézzük a bajnokságot. Verstappen, Ricciardo, Perez, Hamilton 6. Gyönyörű. Lando, Vettel, Sainz, Gasly, Tsunoda. Konstruktőrben pedig Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin, a Penguin F1 Racing Team egyelőre pont nélkül. Hát no. Figyeljetek, ez lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Az első futamon eldobtuk, a másodikon végigmentünk. Innentől kezdve gyakorlatilag adott a feladat Monakóra. Fiúk, lányok, pingvinek, holnap délután innen fogjuk folytatni. 14:30 a monakói nagydíjjal, és ha ezt a tempót visszük, akkor 2 másikkal. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy a 80-as nehézségi szint az Monakóra jobban megfelelő lesz. Monakó gyors kiesés. Ugyan. Ezt mondtátok a spanyol nagydíjnál is. Hát remélem, hogy tetszett, srácok. Köszönöm szépen, elképesztő, hogy milyen sokan voltatok. Remélem, ez annak a jele, hogy jól szórakoztatok. Még egy kicsit így fel kell vegyem a tempót, hogy kommentálás és vezetés egyszerre, és közben pályán is maradjunk, és valami eredményt el is érjünk. Úgyhogy eltart majd egy darabig, míg belerázódok, de holnap folytatjuk tovább, úgyhogy én tényleg csak megköszönni tudom nektek a kitartó figyelmet, és behájpolni, hogy holnap innen nyomjuk tovább. Érdekes lesz. Lehet, hogy tényleg gyorsan indítjuk a holnapot, aztán marad még 2 nagydíj Monaco után, de elfáradtam. Most így nem mutatnék ilyen hónajcsekket, meg ilyeneket, inkább szerintem megvagytok nélküle, de megyek zuhanyozni. Az biztos. Le a kalappal mindenki előtt, aki ezt e-sport szinten csinálja. Tehát ez kegyetlen nehéz ezt játszani. Srácok, szép délutánt és szép estét mindenkinek. Holnap újult erővel. Köszi a sok támogatást, a velem tartást, a figyelmet. Szevasztok, srácok. Pappá! Oh.